A magyar mezőgazdaságért fontos, hogy olyan támogatásban részesüljenek a gazdák, amelyek lehetővé teszik számukra a fejlődést, mondta Nyíregyházán Nagy István államtitkár. Bővítették az autóbuszállomást, többek között új irodákat alakítottak ki a kisvárdai épület tetőterében, illetve növelték a váróterem befogadó képességét is. Migránsok után kutatnak, légi járőrszolgálatot rendelt el a belügyminisztérium Kálló-Semjén térségében az ott élő biztonsága érdekében. Fontos, hogy egy kiszámítható támogatási rendszer mellett birtok- és igazgatáspolitikai intézkedések segítsék a magyar gazdákat, mondta Nyíregyházán Nagy István a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 2050-re 9 milliárd ember él majd a Földön, az ellátásukhoz pedig a jelenleginél 70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Ezért fontos, hogy már most olyan támogatásban részesüljenek a magyar gazdák is, amelyek lehetővé teszik számukra a fejlődést. A magyar gazdák piacképességének fenntartása és növelése érdekében fontos, hogy a vidékfejlesztés tovább folytatódjon. Ehhez az is hozzátartozik, hogy azok a támogatások, amelyeket a gazdák már megszoktak és ismerik az igénylés folyamatát, azok megmaradjanak, és ne alakuljanak át gyökeresen. A magyar mezőgazdaság támogatása mellett a kisebb vállalkozásokra, helyi gazdaságokra is figyelni kell. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sokan élnek mezőgazdaságból, sokan foglalkoznak növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, és az őstermelők száma ebben a megyében a legmagasabb. Körülbelül 30 ezer regisztrált őstermelő van, és természetesen mellette vannak még a családi gazdaságok, vagy a nagyobb gazdaságok. Mi szövetséget kötöttünk a gazdákkal, hiszen az ő érdekükben és a mezőgazdasági termelés termelékenysége érdekében egy kiszámítható hazai és uniós támogatási politikában vagyunk érdekeltek. Kiszámítható birtok és igazgatáspolitika is szükséges ehhez a stabilitáshoz. Így lesz a 20. századi agráriumból tudásalapú, precíz és automatikusan működő 21. századi agrárszektor. Ezek megvalósítása pedig nem működhet jó érdekképviselet nélkül. Azon dolgozunk, hogy mindaz a közös agrárpolitika alapelvei, ami eddig működtek, azok a jövőben is megmaradhassanak. Nagy küzdelem van, hiszen a Brexit folyamatában Nagy-Britannia távozott, ő nettó befizető volt, tehát kevesebb büdzsé áll rendelkezésre. Az a célunk, hogy hogy tudjuk mégis változatlan mértékben meghagyni a gazdáknak a kifizetési támogatásokat. Szeretnénk úgy tárgyalni, hogy ezek a kifizetés összegek megmaradhassanak. A magyar kormány azért hajlandó többet befizetni a büdzsébe, nem csak a GDP 1%-át, hanem 1,2%-áig is hajlandók vagyunk elmenni. A kormány támogatja azokat a változtatásokat, amelyek a globális válságkezelést szolgálják, a klimatikus válságot kezelik, és központi választ adnak egy-egy problémára. Számítások szerint ugyanis 2050-re 9 milliárdan leszünk a Földön, ezért a jelenleginél 70%-kal több élelmiszerre lesz szükség, azonban 30%-kal kevesebb ivóvíz és termőföld áll majd rendelkezésünkre. 23 millió forintból bővítették a kisvárdai autóbuszállomást, többek között új irodákat alakítottak ki az épület tetőterében, illetve növelték a váróterem befogadó képességét. Ezzel hatékonyabbá és gazdaságosabbá vált a pályaudvar működése, de a beruházással javították az utaskiszolgálás minőségét is. A kisvárdai autóbuszállomás tavaly új járműveket is kapott, illetve hozzákerült a Sátoralja új helyi részleg irányítása is. 9 járás 51 települését szolgálják ki a kisvárdai autóbuszpályaudvarról induló közvetlen járatok. Évente mintegy 28 ezer autóbusz érkezik a pályaudvarra, és közel ugyanennyi indul onnan, ezek összesen 221 ezer utas szállítanak. Az állomás épületét még 2006-ban adták át. Ennek tetőterét már akkor is úgy alakították ki, hogy az beépíthető legyen. A bővítés most vált szükségszerűvé. Ez most megvalósult, a forgalmi üzem munkavállalóit ide helyeztük át, hiszen a munkavégzés szervezése ezt így indokolja. Szolgálati helyiségeket alakítottunk ki, 4 darab légkondicionált irodát, szociális helyiségeket, teakonyhát, forgalmi pénztárat. Így most ide kerül a forgalmi üzem vezetése, és itt fog zajlani egy helyszínen az ő munkájuk. A földszinti helyiségeket is átalakították a mostani fejlesztés során. Bővítették az autóbusz vezetői pihenőt, illetve ezentúl a váróterem is több utast tud fogadni. A beruházás nem csak gazdaságosabbá és hatékonyabbá tette az állomás működését,
hanem a munkakörülményeket és az utaskiszolgálás minőségét is javította. Kisvárdának nem csak a nagy beruházások fontosak, hanem fontos olyan beruházás, ami tulajdonképpen a mindennapi törődést segíti, eligazítást, a jobb közlekedési infrastruktúrával alkalmazkodást, és úgy gondolom ez a tetőtér felújítása, ahol irodák úgymond kiszolgáló egységek jönnek létre, biztos vagyok benne, hogy ezt a törődést segít, és a város számára nagyon fontos, hogy ide látogatók, akár utazók, vagy csak látogatók is kapjanak megfelelő információt, hogy hogyan kell Kisvárdán közlekedni, mély módon érhető a belváros és egyéb területek. A szolgáltatások színvonalának növelése érdekében a járműállományt is fejlesztették a kisvárdai térségben. 2017-ben 4 új autóbuszt állítottak forgalomba itt. 2018. január 1-től pedig a szervezeti átalakítás során a kisvárdai üzemegységhez került a Sátoralja új helyi részleg irányítása is. Légi járőrszolgálatot rendelt el a belügyminisztérium Kádó-Semjén térségében. Január 15-én egy 11 migráns szállító repülőgép szállt le Kádó-Semjénben. Ezért a környék polgármesterei közösen kérték a légi járőrözést az ott élők biztonsága érdekében. A BM helikopterét szerda délután láthatták Kádó-Semjén fölött repülni. Ezen a rendőrségi felvételen látható az a repülőgép, amelyen 11 illegális bevándorló érkezett az országba. Január közepén egy szabadnapos rendőr értesítette a kollégáit, hogy egy alacsonyan szálló repülőgépet látott. Egy mezőgazdasági területen találták meg az ukrán gépet, addigra a pilóta és az utasok már elmenekültek. Emiatt most légi járőrszolgálat működik a térségben. 2018. január 15-én az esti órákban egy A2-es repülőgép szállt a településnek a külterületén, és fedélzetén illegális bevándorlók voltak. Ezt követően a településen élőknek a nyugalmát ez mindenképpen megzavarta, felbojdult a kedély állapot, országos médiában is benne voltunk egy jó pár napon keresztül, és ezt követően a környező polgármesterekkel egyeztetve a térség országgyűlési képviselőjéhez fordultunk, és ő rajta keresztül a magyar kormány, a belügyminisztérium a rendőrségen keresztül árandó rendőri szolgálatot a levegőben biztosít a térségben. Belica László hozzátette, az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy már nem csak a déli határnál, hanem a keletinél is elindult egy migrációs hullám, ezért is örülnek a BM járőröző gépének. Nyugtalanság volt a térségünkben, tartunk az A2-es gép újbóli megjelenésétől, annak ellenére, hogy ezt a gépet a rendőrség lefoglalta, de hát úgy hallottuk, hogy több ilyen gép behatolt már a magyar légtérbe. Én úgy gondolom, hogy a légi járőrözéssel egy kicsit meg tudjuk nyugtatni a lakosságot, mert hogy számunkra Magyarország az első, és szeretnénk a magyar polgárokat biztonságban tudni. A helyiek szerdán délután 4 óra körül láthatták a járőröző helikoptert. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésről 3 év letöltendő fogházbüntetése súlyosbította ítéletét. A Nyíregyházi Járásbíróság annak a buszsofőrnek az ügyében, aki 2017. szeptemberében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ludastónál halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti balesetet okozott. Az ítélet jogerős. A vádlott leghamarabb 1,5 év múlva engedhető feltételesen szabadlábra. 2016. szeptember 5-én délután egy 49 gyermeket szállító autóbusz Ludastó irányából Geszterét felé haladt. Az út egy jobbra ívelő szakaszon a növényzettől nem volt belátható, és ebben az időben a busszal szemben egy kis haszonjármű közlekedett. A járművek egyszerre érkeztek a be nem látható kanyarhoz, és rosszul megválasztott sebességük miatt összeütköztek. A baleset következtében a kishaszonjárművet vezető férfi és egyik utasa a helyszínen életét vesztette. A buszon utazó gyermekek közül többen megsérültek. A nyíregyházi törvényszék a mai napon másodfokon ítéletet hirdetett. Vádlott fogházbüntetését 3 évre súlyosítja, és a végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést mellőzi.
A vádlott a fogházbüntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. Az autóbusz vezetőjét halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset okozásának vétsége miatt az elsőfokú bíróság 2 év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte, valamint 3 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. Az elsőfokú bizonyítási eljárás során számtalan kérdés merült fel az ügyben, köztük az útszakasz súlykorlátozásának kérdése. Ezt már Helmeci László, a vádlott ügyvédje mondta el híradónknak. Véleménye szerint törvénysértő ítélet született. Elsőfokú bíróság megállapítja, hogy nincs tiltó távlat, tehát nem hajtott be tilos területre, olyan területre a vádlott, ahol súlykorlátozás volt. A táblát utólag, a baleset után tették ki. Erre most másodfok, anélkül, hogy bármiféle tanúbizonyítást hajlandó lett volna elsőfok lefolytatni, azért nem folytatott le, mert az volt a meggyőződés, hogy nem volt ott a tábla. Nincs bizonyítva. Most másodfok felülmérlegeli, azt mondja, hogy mégiscsak van bizonyítva, ez egyik legsúlyosabb szabályszegés, mert akkor tényleg nem mehetett volna be, hogyha súlykorlátozás van. Az más, hogy milyen forgalomszervezési problémák vannak ott, mert ugye a sebességet kellene korlátozni, a szélességet, stb. Tehát ez az a véleményem nagyon egyértelmű, hogy törvénysértő. Nyilván a kúria felülvizsgálatát fogunk kérni az ítélet vonatkozásában. Helmeci László hozzátette, reméli, egy percet sem fog fogházban tölteni a buszsofőrje. A vádlott arcát nem mutathatjuk. Az utolsó szó jogán a következőket mondta. Nagyon sajnálom a balesetet. Az Európai Unió a stabilitást, a nyugalmat, a fejlődést és a lehetőséget jelenti Magyarországnak, hangzott el az MSZP csütörtöki sajtótájékoztatóján. Újhely István, a párt európai parlamenti képviselője elmondta, ezek az értékek az elmúlt években meginoktak, azonban a legfiatalabb generáció jövőjének szempontjából fontos, hogy jól működjön a kapcsolat. Mindaz a politikai mechanizmus, ahogy ma nálunk működik a közélet, az összeférhetetlen az Európai Unióval. Éppen ezért akarják bevezetni az európai tagállamok, a jobboldali vezetők az Európai Unióban azt, hogy azok a tagállamok, így Magyarország, amelyik nem tartják az európai értékeket, amelyek az Eliosz botrányhoz hasonló, nyilvánvalóan állami korrupciós dolgokba futnak bele, azok ne kapjanak a továbbiakban Európai Uniós forrásokat. Veszítünk tehát fejlesztési forrásokat, elveszítjük a közös biztonságunknak a lehetőségét, és mindazt, ami ma az Európai Unió számunkra a nyitott határok, a munkavállalás lehetősége, az oktatási programok és minden más. Nemzeti tehetségpont lett az Encsencs Penészlek Nyírvasvári Általános Iskola penészleki tagintézménye. A részletekről hamarosan szólunk, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. 2 pontos vereséget szenvedett Cegléden a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok az MB2 keleti csoportjának rangadóján 82-80-ra kaptak ki az Éllovas otthonában. Kovács Tibor együttese legközelebb Debrecenben lép pályára. A Győr ellen sem tört meg a jég, továbbra is pont nélkül áll a Szuperligában a nyíregyházi Teke klub együttese. A 16. fordulóban lejátszott mérkőzésen a vendégek 6-2-es győzelemmel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából, így az NTK-nak már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra. Nemzeti tehetségpont lett az Encsencs Penészlek Nyírvasvári Általános Iskola penészleki tagintézménye. A szabolcsi kistelepülésen 79 általános iskolás diák tanul, ők évente 150 versenyen mérik össze tudásukat, de több megmérettetést is szervez az intézmény. A Mátészalkai Tankerületi Központ igazgatója penészleken jelentette be azt is, hogy egy Európai Uniós forrásnak köszönhetően a következő hetekben a tankerület minden pedagógusának egy modern laptopot ajándékoznak. A penészleki általános iskolások évente mintegy 120-150 versenyen vesznek részt, és jó néhányat szerveznek is. Ennek köszönhetően nemzeti tehetségpontként működik ezentúl a 79 főt oktató intézmény. A bejelentésen a térség országgyűlési képviselője kiemelte, ha tehetségről van szó, nincs kis vagy nagy intézmény. Simon Miklós arról is beszélt, Usztics Mátyás színművész is penészleken született, akár róla is példát vehetnek a diákok.
A nemzeti tehetségponttá válás azt is lehetővé teszi, hogy ezentúl nem csak térségi, hanem országos versenyeket is szervezhetnek. Így a tehetség.hu oldalon már elérhető a Legyél te is aranykezű vers illusztráló verseny felhívása, amelyet a Penészleki iskola hirdetett. Van olyan tanulunk, hogy egy közepes vagy akár elégséges szintű tanulmányi eredménnyel rendelkezik, de nemzetközi rajzpályázaton díjazott. Ezek a gyerekek tanulmányi versenyeken is igen-igen szép számban helytállnak, de amiben most mi elsősorban gondolkodunk, és illetve azok nagyon nagy mérvadóak, a filmkészítés. Tehát saját maguk készítenek filmet, forgatják, levágják össze, és ezzel első-második helyezéseket érnek el. Emellett gyönyörűen írnak verseket, meséket, legutóbb pontosan 2 hete kaptuk meg postai úton a könyvben megjelent saját műveiket a gyerekeknek, és hát a képzőművészet. Tehát képzőművészet terén már annyira olyan tehetségé váltak ezek a diákok, hogy most például a 8. osztályból 3 tanulónk megy művészeti iskolába, felvételi nélkül, mert nyilván az oklevél eredmények és a rajzok, amiket visznek, megmutatnak, azok azt mutatják be, hogy rendkívül tehetségesek a gyerekek. A tehetségpont azt jelzi, hogy a pedagógusok munkája kiemelkedő, és nem csak a kerettanterben meghatározott tevékenységeket végzik. Erről a Máté Szalkai tankerületi központ igazgatója beszélt. A tárgyi feltételek javítására a központ egy EFO forrásra pályázott. Ennek köszönhetően a tankerület minden pedagógusa kap egy új és modern laptopot. A 2 nap alatt 507 laptopot adnak át, a fennmaradó 1200-at pedig március végén fogják átadni a pedagógusainknak. Ebbe az iskolába 8 pedagógus fog kapni laptopot. A Máté Szalkai tankerületi központban 54 önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény működik, de a tagintézmények oktatói is kapnak laptopot. Két pontos vereséget szenvedett Cegléden a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok az MB2 keleti csoportjának rangadóján 82-80-ra kaptak ki az éllovas otthonában. Kovács Tibor együttese legközelebb Debrecenben lép pályára. Nem kezdődött jól a nyíregyháziak vendégjátéka, ugyanis hiába indult el időben a csapat, az időjárási viszonyok miatt csak a kezdésre estek be a játékosok a ceglédi sportcsarnokba. A meccs elején látszott is, hogy csak bő negyed órát melegíthetett a Sunshine Nyikse, aztán viszont felvették a meccs ritmusát Kovács Tibor tanítványai. Gyakorlatilag a találkozó végéig fejfej mellett haladt a két csapat, a mérkőzés csak az utolsó percben dőlt el, végül a picit talán szerencsésebb ceglédiek örülhettek 2 pontos sikerüknek. A Cegléd egy jó csapat, az ottani vezetőkkel is beszélgetve szeretnének mindenféleképp felkerülni az NB1B-be. Ezért mindent meg is tesznek, olyan játékos állományt sikerült nekik össze toborozni, és az átigazolási szezon végén is 2 szerb játékost igazoltak. Erős csapat ilyen szinten, erre készültünk, tudtuk, hogy ezzel kerülünk szembe. Azért a mi csapatunkat is hagyd dicsérem, hogy már mi is vagyunk ilyen szinten. Nagyon pici dolgok döntöttek az ő javukra. Nehéz ilyenre fogni, és általában nem is szoktam, mert én mindig azzal kezdem az értékelést, hogy először magunkban keresünk a hibát, akár edző, akár játékos, de egy kicsit lejtett a hazai pálya. A nyíregyháziakra hétvégén újabb rangadó vár, Szavicsék Debrecenben a Deac ellen lépnek pályára. Úgy tűnik, hogy 6 csapat azért erősebb a többitől, a másik 8 csapatnál. A 6-ból is van egy kicsi különbség, de inkább 6 csapatban gondolkozom, és itt a következő mérkőzés is a Debrecennek az első csapata, kimondottan erős, rutinos, jó játékosokból áll, amit bizonyít az, hogy hazai pályán is kikaptunk tőlük, de ez nem jelenti azt, hogy mi ne szeretnénk ott győzni, mert az elmúlt mérkőzések bebizonyították, hogy idegenben is képes ez a csapat győzni, mármint a mi csapatunk. Az NB2 keleti csoportját a Cegléd vezeti 17 győzelemmel és 1 vereséggel, a Szolnok, valamint a Deac előtt. A Sunshine Nyikse 13-3-as mutatóval a 4. helyen várja a folytatást. A Győr ellen sem tört meg a jég, továbbra is pont nélkül áll a Szuperligában a nyíregyházi Tekeklub együttese. A 16. fordulóban lejátszott mérkőzésen a vendégek 6-2-es győzelemmel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából, így az NTK-nak már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra.
Az utolsó szalmaszálat szerette volna megragadni a Győr elleni meccsen az NTK, sikere esetén ugyanis még a saját kezében tartotta volna sorsát a nyíregyházi együttes. A vendégek azonban másként gondolták, már a találkozó elején jelentős előnyre tettek szert, amit a folytatásban nem tudott ledolgozni a hazai csapat. Így nem szakadt meg a negatív sorozat, Zsinórban 16. szuperligás meccsüket veszítették el fintáik. Az első sorban, az első párnál hatalmasat burított a két győri srác, és maga biztosan elvitték a csapatpontot, és egy 140 fás hátrányba kerültünk. Hát innen már eleve nagyon nehéz lett volna felállni, és még hozzáteszem, hogy a középső sorban dobott egy játékosuk, akik szintén több mint 600 fát ért el a Koller Dani személyében, és ezzel már végképp megpecsételte a sorsunkat. Bár a középső sorban a Mogyorósi Péternek sikerült csapatfát valamennyit visszahozni, illetve egy csapatpontot szállítani, azonban az utolsó sorra így is 230 fás hátránnyal mentünk a Hakker Dezsővel pályára, ami gyakorlatilag már csak a mérkőzés lejátszását jelentette. A Dezsőnek sikerült pontot szerezni, közel 600 fás teljesítményével, még nekem sajnos egy kicsivel alul maradtam az ellenfelemmel szemben, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányú vereséget szenvedtünk. Matematikailag még van esély a bennmaradásra, ahhoz viszont a hátralévő 6 meccsből 5-öt meg kellene nyerni az NTK-nak. A hétvégén Zalaegerszegre viszont az esélytelenek nyugalmával utazhatnak el a nyíregyháziak. Most már abszolút bajnokesélyes Zalaegerszegről beszélünk, úgyhogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy jó formában tartsák a saját játékosaikat, tehát biztos vagyok benne, hogy nem fogják könnyelműen venni azt a mérkőzést sem. Számunkra ezt a meccset le kell, hogy játsszuk. Nem a legerősebb csapattal utazunk, többnyire már megint csak a munkai elfoglaltságok miatt, illetve valószínűleg én sem utazok ez a Zalaegerszegre, végre egy kicsit pihentetni tudom a térdemet, és bízunk benne, hogy az következendő héten a Balogonyom elleni hazai mérkőzésen végre megtörik ez a brutálisan rossz sorozatunk. Igazából nekünk most már csak erre kell figyelni a következő hétvégére. A Szuperliga tabelláját a Szeged vezeti 31 ponttal, megelőzve az egyaránt 28 pontos Lépcelakot és Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub pont nélkül az utolsó 12. helyet foglalja el a táblázaton. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Fontos, hogy egy kiszámítható támogatási rendszer mellett birtok és igazgatáspolitikai intézkedések segítsék a magyar gazdákat, mondta Nyíregyházán Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára. 2050-re 9 milliárd ember él majd a Földön, az ellátásukhoz pedig a jelenleginél 70%-kal több élelmiszerre lesz szükség. Ezért fontos, hogy már most olyan támogatásban részesüljenek a magyar gazdák is, amelyek lehetővé teszik számukra a fejlődést. 23 millió forintból bővítették a kisvárdai autóbuszállomást. Többek között új irodákat alakítottak ki az épület tetőterében, illetve növelték a váróterem befogadó képességét is. Ezzel hatékonyabbá és gazdaságosabbá vált a pályaudvar működése, de a beruházással javították az utaskiszolgálás minőségét is. A kisvárdai autóbuszállomás tavaly új járműveket is kapott, illetve hozzákerült a Sátoralja új helyi részleg irányítása is. Légi járőrszolgálatot rendelt el a Belügyminisztérium Kálós Emél térségében. Január 15-én egy 11 migráns szállító repülőgép szállt le Kálós Emélben, ezért a környék polgármesterei közösen kérték a légi járőrözést az ott élők biztonsága érdekében. A BM helikopterét szerda délután láthatták Kálós Emél fölött elrepülni. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták március 8-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap enyhe, változékony időben lesz részünk. Az északnyugat Európa felett örménylő ciklon peremén váltakozó nedvesség tartalmú, kezdetben 1-2 fokkal hűvösebb, de pénteken napközben már enyhébb léghullámok érkeznek térségünk fölé. Az esti órákban átmenetileg csökken a felhőzet, de az éjszaka folyamán párássá válik a levegő, ködfoltokra is számítani kell. A ködös tájakon szitálás, hajnalban akár ónos szitálás is előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben többnyire felhős időre van kilátás, rövidebb napos időszakokkal. Számottevő csapadék nem valószínű, a délnyugati szél több felé megélénkülhet. Délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet. Eleinte egy gyenge hideg, majd melegfronti hatás várható. A hétvégén sok lesz a felhő fölöttünk, de számottevő csapadékra vasárnap estig nem kell számítani. Eső hétfőn várható, de utána csökken a felhőzet, és a jövő hét első felében napos időszakok is lesznek. Fokozatosan melegszik az idő, az éjszakák is fagymentessé válnak, napközben pedig 10 fok körüli, illetve kevéssel azt meghaladó hőmérsékletekre lehet számítani. A hőmérséklet a jövő héten is meghaladja a sok évi átlagot.